Nem készültem egy komolyabb beszéd, de már a Viktornál reggel láttam egy nagyon vastag paksamétát, de megnyugtatok mindenkit, hogy lebeszéltem róla egy estig tartó beszédről. Sportolni őket, de hál' Istennek látjuk, hogy azért a fiatal generáció kezdi átvenni a szerepüket, de tényleg az, amit elnök úr is kihangsúlyozott, hogy az a hozzáállás, az a családhoz, a birkozó családhoz való kapcsolat tényleg példaértékű, és nagyon remélem, hogy a mai fiatal generáció is rengeteghez fog tőlük tanulni. Nem engedjük el a kezüket, itt maradtak velünk. Tamás ugye az akadémián szakmai igazgató, Viktor pedig a felnőttek és az U23-osok edzője. Megtalálták a helyüket, és amint ígérték, vissza is adják azt, amit kaptak a sporttól. Tényleg egy hihetetlen sztori ez, hogy a végére így alakultak a dolgok, és hogy a Viktorral együtt tudtunk egy olimpiára kijutni, és ott mind a ketten dobogóra állni. Szerintem ezt addig a legmerészebb álmainkba képzeltük el, úgyhogy jó volt most ezt megint egy kicsit visszanézni, visszahallgatni, hiszen azért a mindennapokban tényleg megvannak a feladatok, és minden napunk a birkozásról szól, de már nem abban a formában, mint régen, úgyhogy jó volt egy kicsit visszaemlékezni erre. Nagyon fájó pont, ugyanis valami véget ér viszont egy új dolognak a kezdete, és amit említettem is a beszédemben, hogy én szeretnék adni a birkozáson, és rengeteget kaptam tőle az évek alatt, és most már edzőként az a célom, hogy minél többet ebből visszaadjak. Van egy jó csapatunk, akivel érdemes tényleg foglalkozni és dolgozni. Szokni kell még ezt az egészet azért hiába. Még így hivatalos formában nem beszéltünk róla, most még azért fura még ott ülni, és lemenni edzésre is azért sokszor, mert most már velük szembeállok, nem pedig a sportolói oldalon, de igenis, most már eljön ez az időszak, és itt újra tenni kell, fel kell építeni az edzői pályafutást, és igazából azt kell nekem is megértetni, arra törekedni, hogy itt is tudjak fejlődni, ugyanis ez most egy új pályafutás, egy új élet, amiben igenis fejlődni kell, és úgy gondolom, hogy a magyar birkozás érdekében ez kutya kötelességünk. Nekünk ez volt a normális, hogy mi mindig mindenhol együtt vagyunk. Tényleg azt az egy-két évet leszámítva, amikor külön töltöttük az időnk nagy részét, mindig együtt voltunk gyerekkorunktól kezdve, és ez sokszor akkora pozitívumot jelentett, hiába egyéni sportolók vagyunk, mi mégis csapatként tudtunk működni, hiszen amikor ott mély hullámvölgy jött a pályafutásomban, meg az életembe, ami talán a legmélyebb volt, és én úgy gondoltam, hogy ott a vége, aztán hát volt mellettem valaki, a Viktor, aki egyszerűen nem hagyta, hogy ez bekövetkezzen, és nem engedte, hogy abba hagyjam az élsportot. Bíztatott, meg mellette meg is fenyegetett, hogy ha abba hagyom, akkor az ő pályafutásának is vége, hát ezt nyilván nem lehetett. Az élet is úgy hozta, hogy ez a befejezés, ez a visszavonulás is így történt. Én úgy gondolom, hogy ez így kerek. Nagyon jó kiegészítettük egymást mind az edzőtábor, mind a versenyeken. Én úgy gondolom, hogy ez nem működtünk egymás nélkül, és valami pluszt hozzá tudtunk tenni egymás, hogy vagy edzőtáborba, vagy versenyen. És mindig ezek a kisebb külön célok, nyilván egyéni sportágról beszélünk, és egyedülállunk a
dobogón, de valahogy mindig egy olyan cél lebegett a szemünk előtt, hogy mi együtt akarunk egy világversenyről hazatérni érmekkel, és azt, hogy ez a Tokió olimpián az utolsó versenyünkön sikerült, ez úgy gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy valóra vált az álmunk. Igazából versengés nem volt közöttünk a birkózó szőnyegen, azt leszámítva viszont mindenhol és minden téren mindenbe versenyzünk, és általában én nyerek. Na jó, nem néha Viktor is, de tényleg a birkózásban viszont csak húztuk egymást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez kellett ahhoz, hogy mind a ketten ilyen karriert tudjunk befutni. Egy-két meccsemen, ha visszagondolok, azért máshogy csinálom, de a pályafutásomban nem csinálnék mást. Nem szeretnék változtatni, nyilván lehetett volna tudatosabbnak lenni egy-két időszakban, de ennek is megvolt a hely és az ideje, és örülök, hogy ugyanis olyan edzők és olyan szülők, tanárok vettek körül, akik igenis visszarugdostak a helyes útra. Viszont a meccsre visszatérve ott azért van egy-két olyan hiba, amit ha visszautaztatnék az időbe, azon javítanék, de összességében meg vagyok elégedve. Egy porcikámnak se hiányzik az a versenyzés, amit mi csináltunk, az a felkészülés, amit mi csináltunk, viszont azért én úgy gondolom, hogy egy edzőnek be kell mutatni a fogásokat, és ezt éreznie kell is kell a versenyzőnek, és pont azért edzek, hogy igenis ezeket a fogásokat be tudja mutatni, nem mellesleg pedig olyan fiatal versenyzőink vannak, akinek fontos, hogy a nemrég visszavonult sportolók, említhetném itt a többieket, tényleg Bácsi Péter, Kis Balázs, Korpási Bálint, Lőrinc Tamás, hogy igenis be kell állni, és érezni kell a fiataloknak azt, hogy találkozhatnak ilyen stílussal is, ugyanis ez nagyon fontos volt az én birkozó pályafutásom, amikor birkozottam egy Majoros Pistivel, hogy össze-vissza vert edzésen, de mégis jó volt elmondani azt, hogy én a Majoros Pistivel tudtam ezen az edzésen birkozni, úgyhogy én ezt próbálom visszaadni a fiatal versenyzőknek. Azért nem fog hiányozni a birkozás, mert ugyanúgy a mindennapunkat ezt tölti ki, ami szerintem egy nagyon nagy lehetőség nekünk is, és ezzel talán sokkal könnyebb is a váltás, és megmondom őszintén, hogy úgy érzem, hogy ezt a pályafutást annyira sikerült kimaxolni, hogy nincs bennem hiányérzet, és egyáltalán nem hiányoznak a versenyekkel járó stressz helyzetek. Az edzések néha igen, de akkor meg beállok itt a fiatalokhoz, és ki tudom élni magam, ha bár egyre jobban fáj minden egyes mozdulat. Ugyanúgy ezen a területen is a legjobb akarunk lenni. A Viktor edzőként, én sportvezetőként azon dolgozunk minden nap, hogy a magyar birkózást és a magyar birkózókat jobbá tegyük és még magasabbra emeljük. Úgyhogy ezen a téren nem változtak a célok.